reggelt kívánok, kedves nézőink, hol napszemüvegre, hol pedig esernyőre lesz a mai napon szükség. A hajnali órákban északnyugatra egy hideg front érkezett, ez a front ma átvonul felettünk, halad majd kelet-délkelet felé, szakadozott felhőzete lesz, ezért általában több-kevesebb napsütésben is lehet részünk, a borongósabb időjárás északnyugaton lehet, a több órás napsütés pedig délkeleten várható, hiszen a fronttal együtt járó záporok, zivatarok a Tiszántúra például csak estére érkeznek meg. A front mentén több helyen várható zápor, zivatar, záporok, zivatarok nagyobb számban a Dunántúlon és az északi részeken alakulhatnak ki. Zivatarok környezetében viharos erejű szél is lehet, illetve lokálisan 20-30 mm-nyi csapadékra is készülhetünk. Délkeleten a hőmérséklet még mindig 35-38 fok körül várható, a nyugati, északnyugati részeken viszont elviselhetőbb lesz a meleg. A folytatásban is változékony nyári idő vár ránk, még az Alföldön továbbra is hőséggel, a nyugati részeken azonban már frissebb lesz az időjárás. Záporok, zivatarok is lehetnek, jelentősebb változást ugyanakkor majd a szombaton érkező hidegfront hozhat, amely országszerte meghozza a felfrissülést, általában 25-28 fok körüli délutáni maximumok ígérkeznek. Szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra!